Szilágysági táncokkal vette kezdetét a Vadrózsa Népi Együttes jubileumi műsora a Dunaszentgyörgyi Faluházban november 16-án délután. A rendezvényen az elmúlt negyed század legsikeresebb táncait adták elő. Számos fellépés, néptánc találkozókon, fesztiválokon szereplés minősítő szerepel az együttes történetében, nehéz kiemelni a legemlékezetesebbet. A 25 év alatt a rengeteg történésből konkrét fellépést talán nem is igazán tudnák úgy kiemelni, mint a világfesztiválon való részvételünket, ami 2008-ban volt, és Grazban volt ez a világtalálkozó. 80 országot képviselők között voltunk mi is, és nekem az volt a legfelemelőbb, amikor minden ország zászlaját katonai tiszteletadással behozták a csarnokba, hát akkor az... Hát ezt nem lehet leírni. A gálaműsoron valamennyi korcsoport bemutatkozott, és azok a fiatalok, akik a vezető szavai szerint az etalont jelentik, és ma már jó részt saját gyermekeik is táncolnak, meglepetéssel készültek. Huszárik Márton kisgyermekként kezdte a Vadrózsában, a Bartina Néptánc Egyesületben is táncol, mostanság pedig egyetemi tanulmányai mellett jár hetente művészeti vezető édesanyjával, Huszárikné Böröz Zsófiával próbát tartani Dunaszentgyörgyre. A saját korosztályomat, illetve nálam idősebb táncosokat tanítok, és ez egy óriási dolog, hogy az én tanácsaimra hagyatkozva fejlődnek ők a táncos karrierük során, úgymond. És én ezt mindig nagyon megköszönöm nekik, hogy ők elfogadnak engem, és a koromra tekintet nélkül elfogadnak, és próbálnak minél jobban ők is fejlődni. Hát a Vadrózsa mindenképpen egy nagyobb családi közösségnek fogható fel, és ezért mindig óriási élmény ebbe a közösségbe itt lenni, illetve ennek a közösségnek a tagjának lenni. A gálaműsort követően jótékonysági bállal folytatódott a mulatság egészen hajnalig.